Nos, az Isten gazdasági terve című sorozatot szeretném folytatni ezen a mai napon. Ez már a hatodik epizód, amihez érkeztünk. A sorozat előző részében arról beszéltem, hogy hova adakozzunk, milyen célra adakozzunk, és akkor, amikor erről volt szó, akkor érintettem a tizedfizetés kérdését is, de úgy döntöttem, hogy ennek szeretnék egy külön felvonást is szánni, úgyhogy a mai alkalommal a tizedről, a tizedfizetésről fogok beszélni. Azért teszem ezt, mert ez egy érzékeny és homályos pont, ami körül nagyon sok vita van az egyházon belül és az egyházon kívül egyaránt. A gyülekezethez nem tartozók, a nem hívők számára a tizedfizetés az sokszor egyenesen botrány, mert olyan hírek keringenek, hogy vannak egyes gyülekezetek, ahol az embereknek be kell adniuk a fizetésük 10%-át, és hát ez enyhén szólva is hát rémisztően hangzik, sőt vérlázító. De nem csak az egyházon kívüliek vannak sokszor zavarban a tized kérdésével, hanem azok is, akik hívők és egyébként gyülekezethez tartoznak, mert sokszor nem látnak tisztán ebben a kérdésben. Szóval mi a helyzet a tizedfizetéssel? Tényleg kötelező, vagy szabadon választható? Ha kötelező, akkor hogy dőlhetnek be emberek neki? Ha szabadon választható, akkor mi viszi rá őket, hogy ezt csinálják? Egyáltalán mi ez az egész, és honnan ered, mit mond a Biblia a tizedről. A mai alkalommal ezt szeretném elmagyarázni nektek, amennyire a kereteink lehetővé teszik. A következő körülbelül egy órában 7 fontos kérdésre próbálok meg választ adni ezzel kapcsolatosan. Ez a 7 kérdés a következő. Az első, hogy mi a tizedfizetés, hogyan kell kezelnünk ezt. A második, ha adunk tizedet, akkor miért adjuk, mi a tizedadás helyes motivációja. A harmadik kérdés, hogy kinek adjuk a tizedet. A negyedik, mi a célja, mire akarja Isten fordítani. Az ötödik kérdés, hogy mit juttatunk kifejezésre azzal, ha tizedet adunk. A hatodik, hogy milyen isteni ígéretek fűződnek hozzá. A hetedik pedig, hogy ha csináljuk, akkor hogyan csináljuk a gyakorlatban. Ezek a legfontosabb kérdések, és megpróbálok lényegre törően végigmenni ezeken, és megpróbálok gyakorlatias is lenni, hogy mindegyikünk számára használható legyen. Az első kérdés így hangzik, hogy mi a tizedfizetés. Rögtön először egy definíciót hadd adjak rá, nem egy bonyolult dolog, hiszen magában a névben, az elnevezésben is benne van. A tizedfizetés az, amikor a jövedelmünk 10%-át rendszeresen az Úrnak adjuk. Ha jegyzetet találtatok a széketeken, akkor kitöltögethetitek a hiányzó szavakat, kifejezéseket. Tehát a tizedfizetés az, amikor a jövedelmünk 10%-át rendszeresen az Úrnak adjuk. Vannak emberek, akik ezt teszik, rögtön az elején hadd mondjam el, hogy én magam is tizedfizető ember vagyok, amióta önálló zseppénzem vagy keresetem van, azóta ezt a gyakorlatot folytatom és gyakorlom. Ennek most már több évtizede az életemben. Azok, akik tizedet fizetnek, akkor, amikor jövedelmet kapnak, legyen az egy vállalkozás, vagy egy alkalmazotti státusz, akkor a jövedelmüknek az 0,1%-át félreteszik, és átengedik az Úrnak, mert úgy gondolják, hogy ez az Isten elkülönített része. Rögtön szeretném megjegyezni, hogy vállalkozók esetében nem az árbevétel 10%-a a tized, hanem a profit 10%-a. Emlékszem, évekkel ezelőtt egyszer valakivel beszélgettem, aki vállalkozó volt, és hát mondta, hogy neki nagyon nagy terhet jelent ez a tizedfizetés, és amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor kiderült, hogy az árbevételéből ad tizedet az Úrnak, és hát ugye vannak költségei is a cégnek, és hát szegény sehogy se tudott boldogulni, mert hát nem a hasznának, a profitjának a 10%-át adta az Úrnak, hanem az árbevételének, és amikor ezt tisztáztuk, akkor egészen megkönnyebbült, hogy az Úr mennyire szereti őt, és nem akarja kizsákmányolni. Szóval vállalkozóknak mondom, hogy az ő esetükben a tized az nem az árbevétel, hanem a profit 10%-a. És hát akkor hadd adjak választ rögtön az első égető kérdésre, hogy kötelező vagy nem kötelező, és szeretném leszögezni, hogy az újszövetségi hívők számára nem kényszer, nem előírás a tizedfizetés.
Mi új szövetségi hívők vagyunk, Jézus Krisztus által kötött velünk Isten szövetséget, és vannak fontos igazságok, fontos elvek az életünkben, amit követünk, sőt, Jézusnak a tanításait, parancsait is követjük, igyekszünk engedelmeskedni, de az új szövetségi hívők számára, a mi számunkra a tized fizetés az nem kötelező, nem előírás, nem kényszer. Az Ószövetségben, a törvény idején Izrael népe számára előírás volt. Isten megparancsolta, hogy minden jövedelmüknek, a földjeik termésének, az állataik szaporulatának a 10%-át adják oda az Úrnak, mert az az Úr szent tulajdona. Nem mindig gyakorolták ezt, de a törvényben ez benne foglaltatott, és szabály volt, kötelező volt. Az újszövetségi hívők számára ez nem így van. Tehát akkor, amikor olyan hírek keringenek, hogy bizonyos gyülekezetek kötelezővé teszik a tizedfizetést a tagjaik számára, akkor ez nem fedi a valóságot. Lehetnek olyan helyek, olyan közösségek, ahol a tanítással manipulálni próbálják az embereket, vagy nyomást helyeznek rájuk annak érdekében, hogy adják be a tizedüket, de én nem tudok arról, hogy újszövetségi, evangéliumi, élőhitű közösségekben bárhol is hivatalosan kötelezővé tennék azt, hogy az embereknek tizedet kell fizetni. Tehát szeretnélek felszabadítani az elején arról, az alól, hogy nem akarok lyukat beszélni a hasadba, és nem akarok kényszert alkalmazni, hogy ezt mindenképpen tenned kell. Az új szövetségi hívők számára ez nem kötelező. De második igazság rögtön az ellentétes oldalt is megpróbálja egy picit felvillantani. Valóban nem előírás, de az elkötelezett adakozó élet Isten szerinti bibliai mintája ugyanakkor a tizedfizetés. Ezt is beírhatjátok a jegyzetetekbe, hogy az elkötelezett adakozó élet bibliai mintája. A Bibliában olvasunk tizedfizetésről. Tizedet adott Istennek Ábrahám, tizedet adott Istennek Jákob, tizedet adott Istennek Izrael népe, sőt, maga Jézus is helyeselte a tizedfizetést, amikor egy alkalommal a vallásos képmutatók szemére vetette, hogy bár aprólékosan tizedet adnak mindenből, ám de az irgalmasságot és a könyörületességet elfelejtik, és igazából csak törvénytiszteletből teszik azt, amit tesznek, de a szívük távol van Istentől. És akkor Jézus azt mondta, hogy ezekre kell fókuszálni, az irgalmasságra és a könyörületességre, de amazokat sem elhagyni. Tehát Jézus maga is egyetértett a tizedadással és a tizedfizetéssel egy alkalommal, amikor törbe akarták csalni, és emlékeztek rá, megkérdezték tőle, hogy kell-e adót fizetni a császárnak, akkor Jézus kért egy pénzt, megkérdezte, hogy kinek az arcképe van rajta, és mivel a császár arcképe volt rajta, ezért azt mondta, hogy adjátok meg a császárnak azt, ami a császáré, és Istennek azt, ami az Istené. Tehát van anyagi jellegű kötelezettségünk az állammal szemben, és van anyagi jellegű felelősségünk, kötelezettségünk Istennel szemben is, maga Jézus is ezt mondta. Tehát a tizedfizetés az az elkötelezett, adakozó élet Istentől való bibliai mintája. Jó formája, bibliai formája a rendszeres adakozásnak. Jézus, amikor tanított a hegyi beszédben, azt mondta, hogy az igaz embereknek van három gyakorlata, amit követnek, gyakorolnak az életükben. Az egyik az imádkozás, a másik a böjtölés, a harmadik az adakozás. Jézus számára nem az volt a kérdés, hogy egy igaz ember gyakorolja ezeket a dolgokat, hanem hogy csinálja. Mert nem azt mondta, hogy ha imádkozol, vagy ha böjtölsz, vagy ha adakozol, hanem azt mondta, hogy amikor ezeket csinálod. Tehát nem arról beszélt, hogy kell-e ezt csinálni, vagy nem, mert az egyértelmű volt, hogy kell. Arról tanított, hogy hogyan, milyen módon csináljuk ezt. A 10% az egy bibliai isteni arány arra, hogy a jövedelmünk hanyad részét fordítsuk szellemi célokra. Majd látni fogjátok, hogy a tizednek tulajdonképpen az a célja, hogy szellemi dolgokat szolgáljon, és ez egy Istentől való bibliai arány. Tehát, hogyha azon gondolkozol, hogy a jövedelmednek, a javaidnak mennyi részét fordítsd szellemi célokra, akkor ebben van egy isteni útmutatás, hogy ez a 10%. A tizedadás az egy isteni dolog, olyan mély tartalma és olyan jelentősége van, olyan isteni ígéretek fűződnek hozzá, hogy nagy hibát követünk el, és nagy áldástól fosztjuk meg magunkat, hogyha nem foglalkozunk vele. Voltam
évekkel ezelőtt egy vezetői konferencián, ahol egy norvég, egy nyugalmazott norvég pásztor szolgált és tartotta az előadásokat, aki hosszú évekig volt Kenyában misszionárius. És amikor az anyagi dolgokról beszéltünk, akkor egy nagyon érdekes történetet mesélt el. Tudjátok, Kenya az nem a... Szóval nem az az a hely, ahol az emberek diszidálni szoktak, nem oda vándorolnak ki az emberek, mert nem annyira vonzó a gazdasági helyzete. Tehát ő Kenyában volt misszionárius, és azt mondta, hogy amikor oda került egy norvég misszió munkatársaként, akkor azok a gyülekezetek, amelyeket a missziójuk patronált, nem tudták eltartani a saját pásztoraikat, és az ő elődje azt tette, hogy a Norvégiából kapott pénzügyi támogatását mindig szétosztotta a pásztorok között, és azok pedig odaadták neki azokat az adományokat, amiket az adakozásba a gyülekezetek beadtak. De egyszerűen a gyülekezetek által beadott adományok nem fedezték azokat a költségeket, amiket a pásztoroknak adott. És aztán, amikor oda ment ez a testvérünk, akkor arról gondolkodott, hogy ez nem jó így, és elkezdtek beszélni, tanítani Isten igazságairól az adakozással kapcsolatosan. És azt mondta el, hogy egy alkalommal, egy vasárnap reggel egy olyan gyülekezetbe ment, valami vidéki, falusi gyülekezetbe, ahol tényleg nagyon szegények voltak az emberek, olyannyira, hogy tudta, hogy volt olyan is, aki éhen halt. Tehát nem az volt a kérdés, hogy most parizer vagy csemege szalámi, vagy milyen szalámi, hanem olyan is volt, aki éhen halt. És amikor készült abba a gyülekezetbe, akkor az Úr elé állt, és azt mondta, hogy Uram, hát hogy beszélhetnék én az adakozásról egy olyan gyülekezetben, ahol ilyen nagy a szegénység. És nagyon nehéz volt, és azt mondja, hogy ahogyan imádkozott, akkor tisztán hallotta, hogy Isten szólt hozzá, és a következőt mondta, miért akarod elrabolni tőlük azt az anyagi áldást, amit én adni akarok nekik? Miért akarod elrabolni tőlük azt az anyagi áldást, amit én akarok adni nekik, hogy nem tanítasz, nem beszélsz az adakozásról, a tizedről és ezekről a dolgokról? És egy nagy bátorítást kapott ez a testvér, és azt mondja, hogy azon a délelőtten egy igen erőteljes üzenetet mondott el a gyülekezetnek az adakozásról, a tizedről, aminek az lett a következménye, hogy jöttek az emberek, és akartak adni Istennek. Nem pénzt adtak, mert az nem volt nekik, hanem banánt adtak, krumplit adtak, kecskét adtak, ilyen dolgokat adtak, és az történt, hogy néhány hónap múltán Isten annyira megáldotta ezt a gyülekezetet, hogy ők maguk két misszionáriust szponzoráltak, akik Kenya északi részére mentek szolgálni. Tehát akkor, amikor megértjük az adakozásban és a tizedadásban rejlő isteni alapelveket és az isteni ígéreteket, amik ehhez kapcsolódnak, akkor az áldásnak és egy olyan formája nyílik meg számunkra, amit lehet, hogy nem is gondoltunk volna addig. És egy nagyon erős munkatársi kapcsolat alakul ki közöttünk és Isten között. Tehát én is azt mondom, hogy ha nem tanítanék nektek a tized fizetésről, ha nem próbálnék hitet ébreszteni bennetek ezzel kapcsolatosan, akkor haszontalan szolga volnék, mert elrejtenék előletek egy igen jelentős áldás lehetőséget. Én pedig ezt nem szeretném, úgyhogy ezért fogok most erről beszélni. A harmadik dolog, amit a tizedadással kapcsolatban mondanék, hogy a tizedadás az Istenbe vetett hit egyik legvalóságosabb cselekedete. A tizedadás az Istenbe vetett hit egyik legvalóságosabb cselekedete. Azt mondja Jakab az ő levelében, hogy a hit cselekedetek nélkül halott önmagába. Olyan, mint az a test, amiben nincs lélek. Nem működik. A hit akkor válik igazán aktívvá, amikor cselekedetei vannak. Amikor a tetteimben kinyilvánítom a hitemet. Nos, én azt gondolom, hogy a hitünk egyik legnehezebb cselekedete az, hogy az anyagi javainkból tizedet adjuk Istennek. Azért, mert a pénz nagyon fontos szerepet játszik ebben a földi életben, és nagyon nehezen engedjük ki a kezünkből. És igen, hitet kell gyakorolnunk abban, hogyha Istennek tizedet akarunk adni. A hit és a cselekedetek együttműködése nagyon fontos a tizedadásban. Hit nélkül is lehet tizedet adni, de ez nem az, amit Isten elképzelt róla. Úgyhogy ha hit nélkül adsz tizedet, akkor inkább ne adj tizedet, kényszerből ne add, csak azért, hogy megfelelj egy elvárásnak, azért ne adj tizedet. Mert nem fog áldást hozni az életedbe. Viszont ezzel nem arra biztatlak, hogy ne adj tizedet, hanem arra, hogy először értsd meg, juss hitre, döntsd el, és hitből kezd el gyakorolni ezt a dolgot. Ez a kérdés az, hogy miért 10%?
Nem tudom, gondolkodtatok-e már ezen, miért pont 10%, Ábrahám apánknak hogy jutott ez eszébe, később Isten miért ezt adta a törvénybe. Hát én arra jutottam magába, semmiféle teológiai mély írás magyarázatot nem találtam, csak arra gondoltam, hogy a 10% az elég sok ahhoz, hogy könnyen odaadjuk, viszont ahhoz meg kevés, hogy érdemben befolyásolja az egzisztenciális helyzetünket. Igaz? Tehát ha van 100 forintod, és abból oda kell adni 10-et, az elég sok ahhoz, hogy kapkodd a levegőt. Tehát hitre legyen szükséged ahhoz, hogy ezt odaadd, mert 100 forintból egyet könnyű odaadni. Kettőt is, 10-et már nehéz. Vagy 100 000-ből 10 000-et. Az már elég nagy összeg ahhoz, hogy odaadjam, viszont elég kicsi ahhoz, hogy ettől nem fogok tönkre menni. Érdemben nem befolyásolja az egzisztenciális helyzetemet. Hitre van szükségünk hozzá. Mibe kell hinnünk? Annak kell hinnünk, hogyha tizedet adok Istennek, akkor ettől nem lesz nekem rosszabb. És hogy Isten meg fog áldani engem, hogyha ebben gyakorlom magamat. Emlékszem, mikor középiskolás voltam, akkor Olaszországban voltunk egy koncert körúton, tudjátok, zenésznek tanultam, és hát ott a tengerparton volt alkalmunk fürdőzgetni. Hát én ilyen tériszonyos emberke vagyok, és hát ott voltak sziklák, ahonnan bele lehet ugrálni a tengerbe. Nem volt olyan magas, tehát szerintem ilyen 3 méter magas lehetett a szikla, és hát én is oda merészkedtem, hogy leugorjak. De hát nagyon nehezemre esett. Szóval oda mentem a szélére, lenéztem, és úgy éreztem, hogy hát én erre nem vagyok képes. Alulról nem tűnt annyira veszélyesnek a dolog. De amikor fölülről néztem le, akkor kezdett a mindenféle rosszulét keringeni, és hát nem tudom, meddig tartott, mire nagy nehezen rászántam magamat az ugrásra. Tudtam, hogy nem lesz semmi baj. Hát mély a tenger, előtte már egy csomóan beleugrottak. Szóval tudtam, hogy nem lesz semmi baj, ha leugrok, és egy élménytől fosztom meg magamat, ha ezt nem teszem meg, de mégis nagyon nehéz volt. Na most sokan ugyanígy vannak a tizedadással, hogy amikor oda mennek, és kezdenek gondolkodni, hogy odaadják a tizedet, akkor ilyen légszomi kapja el őket, és tériszony meg minden, és úgy érzik, hogy jaj, nekem mindjárt végem lesz. Tudják, hogy ettől nem lesz végem, mert sokan gyakorolják, de nekik nincs erre bátorságuk. Aztán persze, hogyha az ember mégiscsak elkezdi ezt csinálni, akkor rájön, hogy egészen élvezetes is tud lenni. A negyedik dolog, amit a tizedfizetéssel még kapcsolatban mondanék, hogy a tizedfizetés az egy önkéntes szövetség Istennel. És azt hadd hangsúlyozom ki, hogy egy szövetség Istennel. Egy szövetség Istennel. Van egy pásztor ismerősöm, aki írt egy kis könyvet a tizedről, a tizedfizetésről, és azt a címet adta a könyvnek, hogy botránykő vagy jegygyűrű. Botránykő vagy jegygyűrű. És nagyon tetszik nekem ez a cím. Mert a tizedadás az sokak számára botránykő, de mások számára meg jegygyűrű is lehet. A jegygyűrűnek az a szerepe, hogy engem, a szövetséges társamat és a külvilágot is folyamatosan emlékeztesse arra, hogy mi összetartozunk, mi egymáséi vagyunk, és kölcsönösen birtokoljuk egymást a feleségemmel. A tizednek van egy ilyen szerepe. Azok az emberek, akik tizedet kezdenek adni Istennek, egy olyan szoros, szövetséges kapcsolatba lépnek Istennel, ami kiterjed az egész egzisztenciájukra és az egész anyagi életükre. Tehát a tizedadás, a tizedfizetés az egy szövetség Istennel, de hangsúlyozom, egy önkéntes szövetség Istennel. Kifejezi az összetartozásunkat, az elkötelezettségünket, az Istentől való függésünket, az anyagi egzisztenciális területen is. A tizedadás kötelez minket is, ha ebbe a szövetségbe belelépünk Istennel, de kötelezi Istent is. Majd mindjárt el fogok olvasni egy történetet Ábrahámról, amikor elment a csatába, és komoly győzelmet aratott, és eddig nem is figyeltem fel addig annyira rá, de most, amikor tanulmányoztam, akkor láttam, hogy voltak szövetségesei neki, akik elmentek vele a csatába. És tudjátok, abban az időben a szövetség arra kötelezte a szövetséges feleket, hogy mindenüket egymás érdekében mozgósítsák. Ha Ábrahám szövetséget kötött Eskollal, vagy Ánérral, vagy Mamréval, akkor ez feljogosította őt arra, hogy a tölgyesében lakjon, de a szövetségeseit kötelezte arra, hogy ha Ábrahám harcba indult, akkor ők is menjenek vele. Amikor elkezdek Istennek tizedet adni, egy olyan fajta szövetséges viszonyba lépek Istennel, ami nem csak engem kötelez, hanem őt is. És ő ígéreteket adott ezzel kapcsolatosan, hogy nem fog soha magamra hagyni engem. És ez egy nagyon nagy biztonságot jelent. Többször talán már említettem nektek azt a példát, de most is hadd mondjam el, mert nekem ez nagyon sokat jelent, hogy én egy olyan családban nőttem fel, ahol a tizedadás gyakorlat volt.
És ezt láttam a szüleimtől, és ezt láttam a nagyszüleimtől is. Én nem azért adok tizedet, mert ezt láttam tőlük, hanem azért, mert én magam jutottam erre hitre, ebben hitre, és én döntöttem így, és én nekem ez fontos, és én ezt így akarom csinálni, de számomra sokat jelent az a példa. Az apai nagymamám, amikor meghalt, már nem is tudom, hogy hány évvel ezelőtt, már nagyon idős asszony volt, akkor a halála után egy olyasmit hallottam róla, ami nekem nagyon sokat jelentett, mégpedig azt, hogy ők egyszerű emberek voltak, tehát munkások voltak, gyárban dolgoztak, 5 gyerekük volt, tehát nem voltak jó módúak, de mindig is fontos volt számukra az, hogy Istennek tizedet adjanak, ők nem tizednek nevezték, hanem missziónak. És mielőtt a nagymamám meghalt volna, a nagybátyám elmondta, hogy csak néhány nappal a halála előtt, amikor igazából már régóta csak feküdt, nem tudott gyülekezetbe se járni, igazából semmit sem tudott csinálni, csak az ágyba feküdt és dicsérte az Urat és imádkozott, akkor azt mondta az egyik fián, hogy fiam, ugye megérkezett a nyugdíja, ott van a ruhás szekrénybe a misszió, egy tizedbe, egy zagyborítékba, kérlek, vidd be a gyülekezetbe. És ez nekem annyira megfogott, hogy már a halálán volt. Már elköltözni készült, de nem feledkezett el az Istennel való szövetségéről ezen a területen, és azt mondta, hogy amíg élek, én ezt a szövetséget megtartom. Úgyhogy ez engem nagyon bátorít, és én magam is igyekszem ezt a fajta hozzáállást gyakorolni. Az első tizedfizető ember a Bibliában, tudjátok-e ki volt? Most már tudjátok, Ábrahám. Ráadásul képzeljétek el, hogy amikor ő tizedet kezdett Istennek adni, vagy tizedet adott Istennek, még nem is Ábrahámnak hívták, hanem Abrámnak. Elgondolkodtam azon, hogy talán ennek is szerepe volt abban, hogy Abrámból Ábrahám lett. Hogy Isten azt mondta, hogy sok nép atyává foglak tenni téged. Mert Ábrahám jó néhány dologban megmutatta a bizalmát és a hitét Istenben, például abban is, hogy tizedet adott neki. Tehát az első tizedfizető ember a Bibliában Abrám vagy Ábrahám volt, most az egyszerűség kedvéért Ábrahámnak fogom innentől kezdve nevezni. És ami érdekes, hogy Ábrahám jóval a törvényadás előtt adott Istennek tizedet. Törvény még sehol nem volt, mert tudjátok, hogy a törvényt kin keresztül adta Isten Izraelnek? Mózesen keresztül. Mózes Ábrahám egyik későbbi utódja volt. Tehát amikor Ábrahám papa tizedet adott Istennek, akkor még papa se volt, még apa se volt, pláne nem volt Mózes, meg nem volt törvény, tehát ő jóval a törvényadás előtt adott Istennek tizedet, nem az Ószövetség hatája alatt adta ezt. Még akkor nem volt Ószövetség. Tehát az Ószövetség előtt adott Istennek Ábrahám tizedet. Tehát nem azért tette, mert a törvény erre kötelezte, hanem azért, mert megértett valamit, és önként hitből ezt akarta tenni. A második tizedfizető ember mit gondoltak ki volt, akiről a Biblia ír? Jákob, Ábrahámnak az unokája. Ábrahámnak a fia Izsák volt, és Izsáknak a fia, egyik fia pedig Jákob, ő vitte tovább az ígéreteket. Ő volt ugye a három pátriárka egyike. Ábrahám, Izsák és Jákob. Így is mondja, Isten így nevezi magát. Az milyen nagy megtiszteltetés, nem? Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, hogy Isten azt mondja, én vagyok Ábrahám, Izsák és Jákob Istene. Ez nem rossz dolog. Tehát amikor Isten azt mondja, hogy én vagyok Tamás Istene, az akkor már az embert ugye nagyon biztatja. Most képzeljétek el, hogy ezek az emberek olyan szívvel követték Istent, törvény nélkül, szövetség, ószövetség nélkül, hogy Isten nem szégyelte az ő Istenüknek nevezni magát. Azt mondta, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob istene. Tehát a második ember, akiről a Bibliában olvasunk, hogy tizedet adott Istennek, Jákob volt, aki szintén jóval a törvényadás előtt élt, és nem az ószövetség hatály alatt tette ezt, hanem ugyancsak azért tette, mert megértett valamit, mert a szívében hitre jutott, és önként tette ezt. Talán hallotta, hogy a nagypapa mit csinált, és ez tetszett neki, és ő Ábrahámnak a példáját, Ábrahámnak a hitét követte, és ő maga is elkötelezte magát ebben. Azt szeretném hangsúlyozni nektek, testvérek, hogy akkor, amikor mi újszövetségi hívőként tizedet adunk, akkor ugyanazt tesszük, mint Jákob. Önként hitből Ábrahám példáját követjük. És ezt nagyon szeretném hangsúlyozni nektek, mert vannak olyanok, akik arra hivatkoznak, hogy mi már nem az Ószövetség, hanem az Újszövetség hatája alatt élünk, ezért elutasítják a tizedadást. Azt gondolják, hogy a tizedadás az a törvényben gyökerezik, és mivel mi már nem vagyunk a törvény alatt,
mert Krisztusban új szövetség kötetett, ezért elutasítjuk a tizedadást is. Ezért szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy a tizedadás az nem a törvény vívmánya, hanem a tizedadás az az Istenben hívő embernek a vívmánya, a hit ősapjának a vívmánya, akit úgy hívnak, hogy Ábrahám. És tudjátok, hogy mi akkor is, azzal együtt, hogy az új szövetségben élünk, Ábrahámnak a hitét követjük. És azt mondja a Biblia, hogy ő nekünk is ugyanúgy az ősatyánk. Ő nem csak a test szerinti zsidóknak az ősatya, hanem mindazoknak az ősatya, akik az ő hitéhez hasonlóan hitet gyakorolnak Istenben. Úgyhogy az újszövetségi tizedadás nem a mózesi törvényben gyökerezik, hanem Ábrahámtól, a hit atyától indul, aki a Biblia szerint nekünk újszövetségi hívőknek is az atyánk és a példaképünk. Megtaláljátok ezt az ábrát a jegyzetetekben is, és azt szeretném kérni tőletek, hogy rajzoljatok egy ilyen nyilat, ha jegyzeteltek. Rajzoljatok egy nyilat, ami Ábrahámtól hozzánkig ér, és átível a törvény fölött. Mert ezt szeretném, hogyha megértenétek. Hogy az újszövetségi tizedadás az nem a törvényből indul ki. Nem a törvénybe gyökerezik, hanem Ábrahámnak a hitébe. És ahogyan Ábrahám, úgy mi is önként és hitből adunk tizedet Istennek, ha tizedet adunk. Nem kötelező, nem kényszer, de követhetjük Ábrahámnak a hitét, és hogyha ha követjük, akkor hitből és önként adjuk ezt. A törvény ír a tizedről. Sokat ír róla, fogok majd idézni belőle, de számunkra a törvény már nem előírás, hanem irányelveknek a tárháza. Ugyanis ez egy isteni modell. Tehát a tizedadás az egy isteni modell, amit Isten törvényerőre emelt az Ószövetségben, és függetlenül attól, hogy ez törvény vagy nem törvény számunkra, vagy azzal együtt is, hogy nem törvény számunkra, fontos isteni gondolkodást fedezhetünk fel benne. És isteni alapelveket ismerhetünk fel benne, amelyek nekünk is irányt mutatnak, főként azzal kapcsolatosan, hogy hogyan adjuk és milyen módon használjuk fel. Írjátok be a jegyzetetekbe, hogy az újszövetségi hívők nem a törvény, hanem a hit alapján adnak tizedet Istennek. Az újszövetségi hívők nem a törvény, hanem a hit alapján adnak tizedet Istennek. Mivel Ábrahám a hit atya, és ő az első és legfőbb példa számunkra ebben a dologban is, ezért szeretném most Ábrahámnak az esetét megvizsgálni, és felolvasni előttetek azt a történetet a Bibliából, ahol megtörténik ez a dolog, és Ábrahám tizedet ad. A Mózes első könyve 14. fejezetének a 17. versétől olvasom, a következő fejezet 15. fejezet első verséig. Arról van szó ebben a szakaszban, hogy öt király, Sodoma, Gomora, meg környékbeli városkáknak a királyai elnyomás alatt élnek. Egy bizonyos Kedár Leomer, nem furcsa nevű király, uralkodik rajtuk, meg másik négy király, adót fizetnek, de 12 év után felmondják az adófizetést, fellázadnak, és aztán a következő évben eljön ez a Kedár Leomer, és mindent elintéz. Hát ez egy komoly hadjárat volt, mert ott leírja, hogy előtte öt másik területen átgázoltak, mindenkit feldultak, és utána eljöttek a lázadó királyokhoz, és azokat is feldulták, és elvitték őket fogságba. Na most, hogy csöppen Ábrahám ebbe a képbe? Úgy csöppen Ábrahám bele, hogy az ő unokaöccse, akit úgy hívtak, hogy Lót, Sodomában lakott. És ezek a bizonyos királyok Lótot is elrabolták a véletlenül a családjával és minden vagyonával együtt. Na most Ábrahámhoz jön egy hírnök, egy túlélő, és azt mondja, hogy hát ez történt. Jöttek ezek a királyok, és elvittek mindent, és elvitték a te unokaöcsédet is. Ábrahám mit csinál? Hitet tanúsít, és azt mondja, hát ezt nem fogom hagyni. Felszerszámozza, felfegyverezi a szolgáit. Azt mondja a Biblia, hogy 318 olyan szolgája volt Ábrahámnak, akik az ő házánál születtek és nevelkedtek föl. És ezeket felfegyverezte, meg a szövetségeseivel, Eskollal, Ánérral utánuk erednek, és még azon az éjszakán legyőzik őket. Ez fantasztikus, mert gondoljátok bele, hogy azért elég brutális lehetett ez a négy király. Mindenkit legyőztek, mindenkin átgázoltak, elvittek mindent, és akkor az egy szem Ábrahám a kis szövetségeseivel utánuk megy, és szépen taktikusan bekeríti őket, legyőzi őket, és mindent visszahoz.
Azt mondja az írás, hogy visszaszerezték az összes vagyont, jószágokat, embereket, mindenkit, amit ezek elvittek. Na most itt kezdődik a történet, amikor Ábrahám visszatér a győztes csatából. Miután Abrám így megverte Kedorlaomert és a vele tartó királyokat, visszatért. Sodoma királya pedig kivonult eléje a Sávé völgybe, azaz a király völgybe. Melkisédek, Sálem királya kenyeret és bort vitt ki eléje. Ő a felséges Isten papja volt, megáldotta őt, és ezt mondta: áldott vagy Abrám a felséges Isten előtt, aki a mennyet és a földet alkotta. És áldott a felséges Isten, mert kezedbe adta ellenségeidet. Abrám pedig tizedet adott neki mindenből. Sodoma királya ezt mondta Abrámnak: add nekem az embereket, a jószágot pedig tartsd meg magadnak. De Abrám így válaszolt Sodoma királyának: fölemelt kézzel esküszöm az Úrra, a felséges Istenre, a menny és a föld alkotójára, hogy egy szál fonalat vagy egy sarusziat sem veszek el mindabból, ami a tied, hogy ne mondhasd, én tettem gazdaggá, én gazdagítottam meg Abrámot. Rólam ne legyen szó, csak arról, amit megettek a legények, meg azoknak a férfiaknak a részéről, akik velem tartottak, Álnér, Eskol és Mamré, kapják meg a részüket. Ezek után, az események után így szólt az Úr Abrámhoz látomásban: ne félj, Abrám, én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges. Itt olvassuk tehát az első esetet, amikor tizedadás történt, amit Ábrahám tett meg. Nézzük csak, hogy mi is történik valójában. Tehát van itt egy győztes csata, egyértelmű az isteni segítség. Egyértelmű, hogy Isten segítette meg Ábrahámot abban, hogy győzni tudott. Mikor jön vissza Ábrahám a csatából, figyeljétek meg, hogy két király jön elé. Melyik az a két király, aki Ábrahám elé jön? Az egyik Sodoma királya, a másik pedig Sálem királya. Ez egy nagyon, nagyon sokat mondó ez a dolog. Ugyanis tudjátok, hogy Sodoma az nem éppen egy szent hely volt. Tehát most azzal együtt, hogy Isten megkönnyörült Ábrahám által Sodomán, egyébként ennek is nagy üzenete van, hogy még a legfertelmesebb, szennyesebb életet élő társadalmat is Isten képes megmenteni egy-egy szent ember által. Tehát Sodoma egy nagyon lezüllött társadalom volt, és ezt onnan tudjuk, mert néhány év múlva Isten elpusztítja tüzes kénkőves esővel az egészet. Na most kijön Sodoma királya, aki mondhatjuk, hogy ilyen módon az istentelen, gonosz, bűnös világnak a feje volt, a világ fejedelme volt. Kijön elé egy ajánlattal. Azt mondja neki, hogy legyen tied minden, ami az enyém volt. És kijön egy másik király is, szintén egy ajánlattal. Ez a másik király pedig Melkicedek, Melkisédeknek írják a régebbi fordításba, Melkicedek, aki Sálem királya. Most a Sálem, azt mondják, hogy ez a későbbi Jeruzsálem helyén volt. A Sálem azt jelenti, hogy békesség, tehát a Melkicedek az a békesség városának a királya volt, és egyébként a neve, hogy Melkicedek, azt jelenti, hogy az igazság királya. Nem úgy, mint Mátyás, az igazságos, hanem az Isten igazságainak a képviselője volt. Szóval ebben a Sálem városában Melkicedek szolgálatának és uralmának köszönhetően az isteni békesség uralkodott, és az isteni igazság uralkodott. És azt mondja a Biblia róla, hogy ő a magasságos Istennek a papja volt. Nagyon érdekes, majd mindjárt olvasok még a zsidókhoz itt levélből Melkisédekről, hogy nem sokat tudunk róla, gyakorlatilag semmit. Ez az egy hely, ahol a Bibliában megjelenik, aztán utal rá egy pár helyen az írás, nagyon fontos szereplő, de nagyon keveset tudunk róla. Nem tudjuk, hogy ki volt az apja, ki volt az anyja, hogy melyik nemzetségből származott, hogy mikor született, hogy mikor halt meg, semmit nem tudunk róla. Csak annyit tudunk, hogy a magasságos Isten papja volt, a békesség és az igazság királya. Na most kijön ez a király is Ábrahám elé. És Ábrahámnak döntenie kell, melyik király ajánlatát fogadom el. Elfogadom Sodoma kincsét, a tisztátalan, bűnös, istentelen világ hasznát, ajándékát, adományát, áldását, vagy pedig ettől elfordulva elfogadom az Isten áldását az ő papján keresztül. Ábrahám meghozta a döntést. Konkrétan Melkisédek három dolgot hozott Ábrahámnak. Kenyeret, bort és áldást. Most volt az úrvacsora. A Bibliában itt jelenik meg először ez a dolog. És láthatóan valamiféle rituális szerepe van. Láthatóan van valami fölsőbb jelentőség, mert ugye tudod, hogyha hazajössz a munkából, ugye akkor nem kenyeret és bort iszol rögtön, hanem akkor valami normális főzeléket, vagy húst, vagy valamit. Tehát akkor, amikor megjön a győztes csatából Ábrahám, akkor ez a Melkisedek kenyeret, bort hoz neki, és áldást.
Úgyhogy szinte látom az első úrvacsorát, hogy Ádám apánk a győztes csatából jövő, megeszi a kenyeret, megissza a bort, és veszi az áldást. És akkor Ábrahámnak a szíve felindul, és mindenéből tizedet ad Melkisédeknek. Azt mondja Sodoma királyának, visszautasítva az ajánlatát, hogy nem fogadok el tőled egy fonalat sem, meg egy darab sarusíjat sem, nehogy azt mondd, hogy én gazdagítottam meg Ábrahámot. Szóval Ábrahám hoz egy döntést. Nem Sodoma királyával akar közelébbi kapcsolatba kerülni, és elkötelezettségi viszonyba. Igaz? Mert hogyha Sodoma király odaad neki mindent, akkor utána jöhetne. Tehát Ábrahám, hát azért tőlem van ám az, ami neked van. Üljünk csak le! Szóval Ábrahám nem akar Sodoma királyával közelebbi kapcsolatot létesíteni. Nem akar elkötelezettségi viszonyba kerülni Sodoma királyával. Ő inkább az élő Isten papjával és királyával szeretne közelebbi kapcsolatba kerülni, ezért kifejezi ezt azzal az aktussal, hogy mindenéből tizedet ad. Na, menjünk sorban akkor, és nézzük ezeket a kérdéseket, Ábrahám esetét is vizsgálva, meg a mi új szövetségi szituációnkat is nézve. Kinek adjuk a tizedünket? Ez a következő kérdés. Kinek adta Ábrahám a tizedet? Melkisédeknek adta, igaz? Melkisédeknek, vagy Melkicedeknek adta, a magasságos Isten papjának, Sálem királyának. Tehát valójában Ábrahám Istennek adta a tizedet, de nem közvetlenül Istennek, hanem Isten papján keresztül, Isten szolgáján keresztül adta Istennek a tizedet, mégpedig azon szolgáján keresztül, aki révén, aki által ő az áldást kapta. Mi kinek adjuk a tizedet? Mit gondoltok? A mi főpapunknak adjuk. Mert Melkisédek Jézus Krisztusnak az nem is ószövetségi, mert akkor még nem volt ószövetség, tehát Jézus Krisztusnak az ősi előképe. Melkisédek a názáreti Jézus Krisztus bibliai előképe. Valós történelmi személy volt, nem tudunk róla semmit, de maga az írás mondja, hogy ő Jézusnak, a messiásnak az előképe. A zsidókhoz írt levélből hadd olvassak egy részt, a 7. fejezet első 10 versét. Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a magasságos Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment és megáldotta. Ábrahám pedig tizedet is adott neki mindenből. Melkisédek neve először azt jelenti igazság királya, azután Sálem királya, vagyis békesség királya. Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de miután hasonlóvá lett az Isten fiához, pap marad mindörökké. Tehát hasonló az Isten fiához, azt mondja az ige. De nézzétek, milyen nagy ember ő, akinek Ábrahám, a pátriárka tizedet adott a zsákmány legjavából. Szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy Isten igéje kijelenti, hogy Melkisédek nagyobb volt Ábrahámnál. Szóval Ábrahámnál nem nagyon van nagyobb, mert ő az ősatya. Tőle származik mindenki, ő a hit atya. De itt mégis azt mondja az írás, hogy Melkisédek nagyobb Ábrahámnál, és ezt hangsúlyozza. Tehát, de nézzétek, milyen nagy ember ő, Melkisédek, akinek Ábrahám, a pátriárka tizedet adott a zsákmány legjavából. Azoknak, akik Lévi fiai közül kapják a papságot, szintén van parancsuk arra, hogy tizedet szedjenek a néptől, a törvény szerint. Ebben az esetben tehát saját testvéreiktől. Jól lehet, ők is Ábrahámtól származnak. Később a Izrael népe számára Isten azt adta a törvénybe, hogy a léviták, akik a szent sátor, illetve a templom körül végezték a szolgálatot, kapják meg Izrael egész népének a tizedeit, és ez legyen az ő javadalmuk. Ebből éljenek. Sőt, maguknak a lévitáknak kellett beszedni a tizedet. Tehát ők mentek ki, és ők gyűjtötték össze. Vagy volt, amikor maguktól bevitték az emberek, tehát ők tizedet szedtek. De az, aki nem közülük származott, azaz Melkisédek, tizedet vett Ábrahámtól, és megáldotta azt, aki az ígéretet kapta. Márpedig minden vitán felül a nagyobb áldja meg a kisebbet. Itt halandó emberek szednek tizedet, tehát a léviták, izraeli fiaitól, ott pedig az, akiről bizonságunk van, hogy él. Na, ez egy nagyon érdekes mondat, hogy a léviták halandó emberek voltak, akik a testvéreiktől szedték a tizedet, Melkisédekről viszont azt mondja a Biblia, hogy olyan valaki szedte Ábrahámtól, aki él.
Na, titokzatos személy ez a Melkisédek, de itt már úgy tűnik, hogy nem a fizikai emberről beszél a zsidókhoz itt levél, hanem a messiásról, Jézusról. És azt mondja ezzel, hogy tulajdonképpen akkor, amikor Ábrahám tizedet adott Melkisédeknek, akkor ő igazából a messiásnak adott tizedet. Ez egy előkép volt. Bizonyosságunk van arról, hogy olyan valakinek adott tizedet, mondja az ige, aki él. És hogy úgy mondja, Ábrahám személyében a tizedet szedő Lévi is tizedet adott, mert már jelen volt ősében, amikor Melkisédekkel találkozott. Lévi Ábrahámnak a dédunokája volt. És Lévitől származott a papság. Tehát Ábrahámban, a dédapában maga Lévi is, a tizedszedő Lévi tizedet adott egy nagyobb személynek, Melkisédeknek, aki a messiásnak az előképe. Akkor, amikor mi tizedet adunk, akkor szeretném hangsúlyozni, hogy a főpapunknak, Jézus Krisztusnak adjuk a tizedet. Akkor, amikor tizedet adok, akkor én nem emberekre gondolok elsősorban. Nem egy gyülekezetre gondolok elsősorban, hanem Jézus Krisztusra gondolok elsősorban. Mert Jézus az, aki nekem kenyeret és bort hozott, és áldást. Akkor, amikor meghalt értem a kereszten, akkor az ő teste megtört, ez a kenyér, és az ő vére kifolyt, és ez a bor. És ezáltal nyertem el minden áldást. Ha Jézus teste és vére nem folyt volna ki értem a kereszten, és nem tört volna meg, akkor én átkozok lennék. Akkor nem lenne semmi áldás az életemben. Tehát az Isten elküldte az ő főpapját ebbe a világba, a názareti Jézust, azért, hogy meghaljon az én bűneimért, hogy kifoljon az ő vére, és megtörjön a teste, és ezáltal áldást kínált nekem. Így jött elém. És ugyanabban a szituációban vagyok én is, mint Ábrahám. Hogy elém jön a világ fejedelme, és felkínálja nekem az ő áldását. Gyere, szövetkezz velem. Gyere, csináld úgy, ahogy én akarom. Legyél te is tisztességtelen, erőszakos, parázna, legyél ilyen, és ennek a bérét fogod majd élvezni. Tehát kijön elém is a világ fejedelme, de kijön elém a magasságos Isten papja is, a názareti Jézus, a messiás, aki kenyeret, bort és áldást hoz. És akkor, amikor én tizedet adok, akkor ezzel egy döntést deklarálok, hogy én kivel kívánok szorosabb kapcsolatba kerülni. A világ fejedelmével, vagy pedig a názareti Jézus Krisztussal, aki az én főpapom. Na most ugyanúgy, ahogy Ábrahám nem közvetlenül Istennek adta a tizedét, úgy mi sem közvetlenül Istennek adjuk a tizedet, és nem közvetlenül Jézusnak, hiszen ő a mennyben van. Hanem az a hely, ahova a tizedünket adjuk, az a csatorna, amin keresztül Isten a szellemi áldást nekünk adja. Ez a helyi gyülekezetünk, illetve azok a szolgái Istennek, akin keresztül ő a szellemi áldást adja az életünkbe. Azt hiszem, ezt is odaírtam. Tehát a főpapunknak, Jézus Krisztusnak adjuk a tizedet azon a helyi gyülekezeten, illetve azokon a szolgálókon keresztül, ahonnan és akik által a szellemi áldást kapjuk. Ha szeretnél tizedet adni, akkor Jézus Krisztusnak add. Ő ránézve add. És azon a gyülekezeten keresztül add, azonokon a szolgálatokon keresztül add neki, akiken keresztül te a szellemi áldásban részesülsz Istentől. Ez a bibliai elv. Következő kérdés, hogy miért adjuk a tizedet, ha adjuk? Mi a tizedadás helyes indítéka? Megint nézzük Ábrahámot, és tanuljunk tőle. Három dolgot szeretnék említeni. Az első a hála. Ábrahám hálából adott. Hálás volt azért, amit Isten addig tett az életébe. Mert sok is jó dolgot tett Isten az életébe. Most éppen egy győzelmet adott neki. És most éppen elé küldte az ő főpapját. És ez nagyon megindító. Milyen megindító dolog már az, nem? Hogy visszajössz egy csatából, és ott vár az Isten papja, és kijön eléd. És nem neked kell kanosszát járnod. És térden csúsznod oda, hogy valami kis áldást adj nekem. Milyen fantasztikus ez a kép, hogy Ábrahám megjön a küzdelemből, megjön a csatából, és elé jön a főpap, és azt mondja, engem az Isten küldött, hogy neked áldást hozzak, hogy kenyeret és bort hozzak. És ugyanezt teszi Isten, hogy mi, amikor a csatáinkból kijövünk, a küzdelmeinkből, akkor elküldi Jézust, hogy megáldjon bennünket. Hadd csatlakozzék Attilának a mondani valójához. Tehát az Úr szeret téged, meg akar áldani. Bármilyen küzdelemben is voltál, bármilyen véres is volt a csata, még akkor is, hogyha sebeket kaptál. Ő azért küldi az ő papját, Krisztust hozzád, hogy kenyeret és bort hozzon neked, hogy az ő testének és az ő vérének az áldásában részesüljél.
És ezért legyél hálás. És amikor Ábrahám tizedet adott, akkor a tizedével a háláját juttatta kifejezésre. Amikor én tizedet adok, én is a hálámat juttatom kifejezésre Isten felé. A második dolog a viszonzás. Tehát szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy nem ott kezdődött ez a sztori Isten és Ábrahám között, hogy Ábrahám adta a tizedet, és utána Isten azt mondta, nagyon megáldalak. Hanem először Isten áldotta meg Ábrahámot. És amikor Isten megáldotta Ábrahámot, akkor Ábrahám azt mondta, én nagyon hálás vagyok ezért, és szeretném viszonozni valamiképpen. És ezért adok neki tizedet. Egyébként Jákob is ugyanezt tette. Amikor Jákobnak menekülnie kellett Ézsau elől, lefeküdt egy helyen aludni. Egy követ tett a feje alá, éjszaka látomást látott, egy lajtorja, egy létra volt a földre állítva, a teteje a mennybe érte, angyalok jártak, keltek rajta föl le, és a tetején ott állt maga az Úr. Valószínűleg a fiú volt. És azt mondta, hogy megáldotta őt, és ígéreteket tett neki. És Jákobot annyira megérintette ez a dolog, hogy reggel, mikor felébredt, akkor nagy fogadalmat tett. És azt mondta, ha Isten velem lesz azon az úton, amin elmegyek, és visszahoz engem, akkor három dolgot ígérek neki. Ez a hely az Isten háza lesz, az Úr lesz az én Istenem, és a harmadik tizedet adok neki mindenből. Tehát ott is a tizedadás egy reakció volt. És szeretném mondani nektek, hogy amikor én tizedet adok az Úrnak, Jézus Krisztusnak, és beviszem a gyülekezetbe, akkor ezt azért teszem, mert válaszolni akarok az ő áldására, az ő szeretetére. Jézus már akkor meghalt értem, már akkor kihozta a kenyeret, a bort és az áldást, amikor én még nem is éltem. És én az életem egy pontján tudatára ébredtem ennek, hogy Isten mennyire szeret engem. Hogy mit tett. És amikor ezt felismertem, azt mondtam, én viszonozni akarom ezt. Olyan módon is, hogy tizedet adok neki mindenből. A harmadik dolog, ami a tizedadás helyes indítéka, az a hit. A hit. Nem a kényszer, nem a törvény, nem a számítás, hanem a hit. A hit az az a láthatatlanra néz. A hit az ki akar fejezni valamit, ami a szívben van. Ábrahám is, amikor hitben adott, ki akarta fejezni ezzel azt, amit a szívében volt. Mindjárt azt is elmondom, hogy mit. De először nézzük a következő kérdésünket. Mit fejezünk ki azzal, tehát mit fejezünk ki azzal, ha tizedet adunk? Ha tizedet adok az Úrnak, Ábrahám példáját követve négy dolgot juttatok kifejezésre Isten felé. Az első az elkötelezettségünket. Vagyis, hogy mi őt választjuk a világ fejedelme helyett. Ábrahám ezt akarta kifejezésre juttatni. Én az Istené vagyok, és nem a világé. A pénzem is az Istené, és nem a világé. Az elkötelezettségem Istené, és nem a világé. Tehát amikor tizedet adok, akkor az elkötelezettségemet juttatom kifejezésre Isten felé. A második dolog a függésemet. Tudom, hogy függök Istentől. Tudom, hogy az ő kezében van a sorsom. Tudom, hogy ő tud engem megoltalmazni, és ő tud nekem engem megáldani. Ábrahám tudta, hogy ha valaki befolyásolni tudja az ő sorsát, az ő anyagi helyzetét, az Isten, nem a világ. Isten meg tudja áldani a keze munkáját, az állatainak a szaporulatát, a termőföldjeit, és mindent, és ő azt mondta, hogy én tőle akarok függni. Amikor tizedet adsz Istennek, Jézus Krisztusnak, akkor nyilvánvalóvá teszed azt, hogy te őtőle akarsz függeni. Én amikor tizedet adok, amikor mi tizedet adunk a családba, akkor ezt általában kimondom az Úrnak, hogy Uram, tőled függök. És tőled várok minden áldást. De erről majd később röviden szólok. A harmadik dolog, amit kifejezésre juttatunk akkor, amikor tizedet adunk, az, hogy elismerjük Jézus Krisztus, az elismerésünket. Szeretném még egyszer idézni nektek a Zsidók 7:4-et, amit már olvastunk. Figyeljétek, mit mondott az írás. De nézzétek, milyen nagy ember ő, azaz Melkisédek, akinek Ábrahám, a pátriárka, tizedet adott a zsákmány legjavából. Figyeljetek csak! Ábrahám hogyan juttatta kifejezésre azt, hogy nagy embernek tartja Melkisédeket? Nem úgy, hogy odament és azt mondta, Melkisédek, te olyan nagy ember vagy. Igazán. Köszi. Nem ezt mondta, hanem amikor Ábrahám fogta, és az egész vagyonának a tizedét előhozta, és oda tette Melkisédek lábához, na ezzel juttatt a kifejezéshez, hogy Melkisédek milyen nagy. Nem a szavaival csupán, hanem a tizedadásával.
És a zsidókhoz írt levél ezt hangsúlyozza. Nézzétek csak, milyen nagy ember Melkisédek. Honnan tudjuk, hogy nagy ember? Onnan tudjuk, hogy Ábrahám a hit atya tizedet adott neki. Tudod, hogy amikor te tizedet adsz Jézus Krisztusnak, mit teszel nyilvánvalóvá? Ugyanezt, hogy ő nagy. Amikor előhozod a föld életed legfontosabb dolgaiból a tizedet, és odaadod Krisztusnak, akkor ezzel láthatóvá teszed mindenki előtt, hogy te őt tiszteled. Hogy ő az első az életedben. Hogy ő a legnagyobb az életedben. És azok, akik erről tudomást szereznek, azt fogják mondani, te tényleg tiszteled az Urat. Mert aki még ezt is odaadja, az tényleg tiszteli az Urat. Könnyű elmenni egy misére, könnyű elmenni egy istentiszteletbe, eltölteni egy kellemes 2-3 órát. Annál sokkal nehezebb az embernek a izzadságosan megkeresett kis jövedelméből a 10%-ot odaadni. Szóval kifejezésre juttatom az elismerésemet Krisztus felé. És a negyedik dolog, hogy kifejezésre juttatjuk az értékrendünket a tizedadással. Mit értek ez alatt? Azt, hogy számunkra szellemi dolgok fontosak. Mert amikor a tizedet odaadjuk, akkor ezt a szellemi szolgálat támogatására adjuk oda. Ábrahám, amikor odaadta a tizedet, akkor Melkisédeknek adta. Melkisédek pedig jó ízűen elfogyasztotta. Megette, felhasználta. Tehát ilyen profán dolgot csinált vele. És akkor, amikor Ábrahám tizedéből Melkisédek jövedelme, javadalma, megélhetése származott, akkor ezáltal Ábrahám Melkisédek szellemi szolgálatának a hátterét biztosította. Melkisédek szellemi szolgálatának a anyagi feltételeit biztosította. És Melkisédek nem halt éhen. Ezért lehet, hogy legközelebb is ki tudott jönni, és tudott neki bort és kenyeret hozni. Erről ugye nem ír az írás. Szóval Melkisédek is élt valamiből, és Ábrahám tizede biztosította azt, hogy ő a szellemi szolgálatot végezhesse. Tehát akkor, amikor én tizedet adok, akkor nyilvánvalóvá teszem Isten számára, hogy számomra fontos a szellemi élet, fontos a szellemi áldás, és én ebbe fektetek. Következő kérdés, nem tudom, hanyadik, ötödik, hogy mire szánja Isten a tizedünket? Milyen célt akar vele szolgálni? Ez szorosan következik abból, hogy kinek, illetve hova adjuk. Az előbb részleteztem, hogy Ábrahám Melkisédeknek adta a tizedet, aki a magasságos Isten papja volt, és Melkisédek mit csinált vele? Hát megette, elfogyasztotta, felhasználta, mit tudom én, ha kapott egy összvért, ráült és közlekedett vele, ha kecskéket kapott, akkor kicsapta a legelőjére és fejte őket, és abból táplálta a családját, vagy nem tudom micsodát. Tehát Melkisédek felhasználta ezt. Azaz a tized a földi életének fizikai, anyagi feltételeit biztosította, mégpedig bőségesen, mert Ábrahám nem volt egy szegény legény. És ilyen módon a szellemi szolgálat hátterét biztosította. Később, amikor a törvényben Isten kötelezővé tette Izrael fiai számára a tizedadást, akkor ugyanezt az elvet látjuk. Mi célt szolgált Izrael népe életében a tized? Kik kapták? A papok és a léviták, így van. Tehát a teljes idejű szolgálók kapták. Miért kapták ezt? Azért, hogy végezhessék a szellemi szolgálatukat. Azért, hogy taníthassanak, hogy működtethessék az áldozati rendszert, a templomban rend legyen, ne vesse fel a szemét és a kosz, és hogy működjön az áldozat, és hogy legyen tanítás, és hogy legyen dicsőítés. A nép tizedeiből éltek a technikai szolgálók, a dicsőítő csoport, az összes lévita és mindenki. Így írja a Biblia, hadd olvassam fel ezeket, 5 Mózes 18.1. A lévita papoknak, lévi egész törzsének ne legyen birtoka és öröksége Izraelben. Az Úrnak szóló tűzáldozatokból és az ő örökségéből éljenek. Tehát amikor felosztotta Józsué vezér a Kánaán földjét, akkor a lévi törzsének nem adott, nem jelölt ki. Azt mondta, hogy az Úr lesz a ti örökségetek. Nektek kell végeznetek a szolgálatokatokat a templom körül, és ezért cserébe ti Izrael népének a tizedeit fogjátok kapni. 3 Mózes 27.30 és 32. A föld minden tizede az Úré, a földnek a szemes terméséből és a fagy gyümölcséből, az Úr szent tulajdona az, mondja az írás. A 32. vers,
A marháknak és a juhoknak a tizede is minden tizedik, amely átmegy a pásztorbot alatt, az Úr szent tulajdona legyen. 4 Mózes 18:21. Lévi fiainak pedig örökségül adtam minden tizedet Izraelben. Munkájukért kapják ezt, mert ők végzik a szolgálatot a kijelentés sátránál. És végül a Malakiás 3:10, ez egy feddő profécia része, mert ugyanis Izrael fiai nem vitték be a tizedet, azt mondja nekik az Úr, hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban. Ez nagyon tetszik nekem ez a mondat, hadd legyen eleség az én házamban. Hadd működjön a szellemi szolgálat. Hadd áldjam meg az én népemet, hadd áldjalak meg benneteket az én szolgáimon keresztül. Tehát azt az alapelvet ismerjük föl a Bibliából, hogy a tized a szellemi élet anyagi hátterének biztosítására szolgál. Ezt beírhatjátok a jegyzetetekbe. Tehát a tized a szellemi élet anyagi feltételeinek, hátterének a biztosítására szolgál. Ez egy új szövetségi gyülekezetben mit jelent? Szerintem 3 dolgot. Az egyik az Isten tisztelet működése, ugye? Szóval kell legyen egy hely, ahol tisztelhetjük az Urat, ahol dicsérhetjük őt. Kell, hogy rend legyen, kell, hogy legyenek székek, amire leülhetünk. Kell, hogy legyen villany, hogy ne vaksötétbe legyünk. Kell, hogy legyen víz, kell, hogy tiszta legyen a mosdó, kell, hogy legyenek hangszerek, kell, hogy működjön az egész dolog. Tehát ez az egyik. A másik, az Isten szolgáinak az ellátása, javadalmazása. Isten azt akarja, hogy legyenek olyan emberek, akik elsősorban arra fókuszálnak, hogy vele közösségben legyenek, és rajtuk keresztül átfoljon az Isten szellemi áldása az ő népére. És ez nem csak az Ószövetség idején volt így, hanem az Új Szövetség idején is így van. A harmadik dolog pedig Isten földi munkájának a finanszírozása. Mi az Isten földi munkája most? Az evangélium hirdetése, így van. Tehát, hogy legyen bábmisszió, hogy legyen ilyen misszió, hogy legyen olyan misszió, hogy hirdessük az evangéliumot. Tehát akkor, amikor tizedet adok, akkor én a szellemi élet anyagi hátterének a biztosítására adom ezt. Isten azt akarja, hogy így legyen. Hogy működjön az Isten tisztelet, hogy szolgálni tudjanak a szolgálók, és hogy a misszió menjen előre. És hogy emberek hallják meg az örömhírt. Szeretnék hangsúlyozni valamit, hogy a tized célja nem a jótékonyság, hanem a szellemi élet anyagi feltételeinek a biztosítása. A Biblia világos különbséget tesz a tized és a jótékonyság között. A tized célja mindig a szellemi élet finanszírozása. A jótékonyság célja pedig a szükségben lévők megsegítése. Az Ószövetségben is azt látjuk, hogy különbség van e között, és az Új Szövetségben is különbség van e között. Tehát akkor, amikor jótékonykodni akarsz, egészen gyakorlatilag fogalmazok, akkor azt nem a tizedetből kellene, hogy tedd, hanem azon felül. A tizedet Isten arra rendelte, hogy a szellemi élet anyagi feltételeinek a működését, vagy a hátterét biztosítsa. A jótékonyság esetében mi dönthetünk, hogy kinek és mire adjuk. Látunk egy szegény embert, egy testvérünket, akinek baja van, nélkülözik, valami hiánya van, és adunk neki. Mi döntjük el? A tized esetében ez nem így van. A tized esetében a tizedet ki kell engednünk a kezünkből. A tized felhasználásáról nem dönthetünk. A tizedet át kell adni Isten szolgáinak, és ők döntik el, hogy milyen módon kerül szellemi célra felhasználásra. Ez egy fontos különbség. Ennek is van jelentősége. És még egy dolgot ezzel kapcsolatban hadd mondjak, ami szintén fontos, hogy a tizedadás elhanyagolása általában a szellemi hanyatláshoz vezet Isten népe között. Ez mindig is így volt. Tehát a tizedadás elhanyagolása általában a szellemi élet hanyatlásához vezet Isten népe között. Miért? Azért, mert a tized az a szellemi élet működését hivatott szolgálni, és amikor az emberek nem adják, akkor ez azt mutatja, hogy a szívük bezárult Isten felé, és nem fontos számukra a szellemi élet. Más oldalon pedig azért is hanyatláshoz vezet, mert Isten szolgái nem tudnak a szellemi szolgálatra fókuszálni, hanem azzal kell foglalkozniuk, hogy hogyan éljenek meg, hogyan tartsák el magukat, a családjukat, és ezért a szellemi szolgálat háttérbe szorul. Amikor az embernek döntenie kell, hogy enni ad-e a családjának, vagy imádkozik, akkor először enni fog adni a családjának. És hogyha egy közösségben nincsenek olyan emberek, akiken keresztül Isten
tudja adni az ő szellemi táplálékát, akkor a szellemi hanyatláshoz vezet. A Nehémiás proféta könyvében van egy érdekes rész, ez akkor történik, amikor a babiloni fogságból visszatérnek Izrael fiai. Tudtok még követni? Már megint hosszú vagyok, de hát mit csináljuk? Majd ha vége lesz ennek a sorozatnak, megpróbálok rövidíteni, de most nem megy. Szóval, visszatértek a babiloni fogságból, és helyreállították a templomot, Jeruzsálemet, és elindult az Isten tisztelet. De az történt, hogy még nem vitték be az emberek az adományaikat, a tizedeiket a templomba, és ezért problémák adottak. Figyeljétek, mit ír a Biblia. Nehémiás 13, 10-13-ig. Megtudtam azt is, hogy a lévitáknak járó részt nem adták meg, és ezért a szolgálatra kötelezett léviták és énekesek elszökdöstek a maguk mezejére. Hát evidens. Elszökdöstek a maguk mezejére, hogy ott megtermeljék azt, amire szükségük van. Ezért megszittam, kiket szittam meg? Nem a lévitákat. Megszittam az elöljárókat, és ezt mondtam. Miért ilyen elhagyatott az Isten háza? Elhagyatott lett az Isten háza azért, mert nem működött a szellemi szolgálat. Miért nem működött? Mert az anyagi háttere nem volt biztosítva. Szóval miért ilyen elhagyatott az Isten háza? Azután összegyűjtöttem és helyükre állítottam őket. Az egész Júda pedig beszolgáltatta a raktárakba a gabonának, a mustnak és az olajnak a tizedét. A raktárak felügyelőjévé kineveztem Selemjá papot, Cádók írástudót és a léviták közül Pedáját, melléjük pedig Hánánt, Zakkur fiát, Mattanyá unokáját, mivel őket megbízhatóknak tartották. Nekik kellett kiosztaniuk szolgatársaik járandóságát. És helyreállt a dolog. A Malakiás 3.10-ben azt mondja a prófétán keresztül Isten Izraelnek, megint nem törvény, alapelv. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen elesség a házamban. Szóval miért? Hogy legyen elesség az én házamban. Hogy tudjon működni a szellemi szolgálat. Ezért hozzátok be. Szóval a tizedadás elhanyagolása általában a szellemi élet hanyatlásához vezet Isten népe között, de viszont is igaz, hogy a szellemi élet megújulása ugyanakkor rendszerint a tizedadási kedv megújulását is magával hozza. Utolsó előtti kérdés, hogyan csináljuk a gyakorlatban? Szeretném csak elmondani azt, hogy mi hogyan csináljuk ezt a családban. Akkor, amikor van egy jövedelmünk, mindegy, hogy ez milyen forrásból származik és honnan jön, akkor rögtön az első részt kivesszük. Felírtam a kulcs kifejezéseket. Szóval az első részt kivesszük. Nem a tizediket, nem a harmadikat, nem is a másodikat, hanem ha lehet az elsőt. Miért? Mert ugye amikor megjön a fizetés, akkor az ember mindig először azt arra költ, amit fontosnak tart. És a végén, amikor már elfogyott, akkor rájön, hogy még ezt is kellett volna, meg azt is. Úgyhogy ha valamit tényleg meg akarsz valósítani, akkor az a tuti, ha azzal kezded. Amikor Istennek az első részt adom oda, annak is nagyon nagy üzenete van. Mert amikor az Úr látja, hogy az elsőt adtam neki, akkor úgy érzi, hogy fontos a számomra. Amikor úgy látja, hogy a 11-et akarom neki adni, akkor azt fogja látni, hogy hát már megint lemaradtam. Szeret engem ez a Tamás, csak hát lemaradtam. Így jártunk, mit csináljunk? Szóval amikor van egy jövedelmünk, akkor az első részt igyekszünk az Úrnak adni. Mit teszünk? Kivesszük. Tehát én azt szoktam csinálni, hogy megfogom a kezembe, és amikor kiveszem, és akkor elkezdek imádkozni. Hálát adunk. Miért adunk hálát? Uram, köszönjük neked ezt a bevételt. Köszönjük, hogy megáldottál bennünket ezzel. És köszönjük, hogy eddig mindig megáldottál minket, és hogy gondoskodsz rólunk. Hálásak vagyunk neked ezért. Mindig meg kell köszönni. Már kiskorunkban ezt tanították. Kapsz egy cukorkát, köszönd meg, kisfiam. Megköszönjük. Köszönöm neked, Uram. A második, vagy a következő, amit teszünk, hogy vallást teszünk a szánkkal. Miről? Urunk, te vagy a mi gondviselőnk. Tőled függünk, te vagy a mi ellátásunknak a forrása. Hálát adunk neked, hogy nem csak a múltban viseltél rólunk gondot, hanem a jövőben is gondot fogsz viselni rólunk. És mi tőled függünk. Nem emberektől, nem a körülményektől, hanem tőled. És mindezt úgy mondom el, mint egy felmutatott áldozatot, felemelt áldozatot az Úr előtt tartom. Ezért kellett felemelni az Ószövetség idején a felajánlásokat. Azután elkülönítjük, betesszük egy borítékba, van egy külön borítékunk, amiben a tizedeket rakjuk. Oda betesszük, és amikor a következő alkalommal jövünk a gyülekezetbe, akkor ráírjuk a borítékra, hogy tized, és betesszük a kosárba.
átadjuk az Úrnak. És az a legjobb, hogyha ezt az egészet nem gépiesen csináljuk, hanem hitből, tudatosan. Arra szeretnélek tanítani benneteket, hogy ha tizedet akartok adni Istennek, ha úgy döntötök, és az a hit születik meg bennetek, akkor csináljátok tudatosan. Akkor ne csak gépiesen, és tudjátok azt, hogy a tizedadás az nem egy közös költségfizetés, hanem a tizedadás az egy fontos szellemi jelentőséggel bíró cselekedet. Utolsó kérdés, milyen ígéretek fűződnek a tizedadáshoz? Mit mondott Ábrahámnak Isten? Ezért olvastam fel a következő fejezet első versét, mert az történt, hogy miután Ábrahám odaadta a tizedet Melkisédeknek, és kifejezte ezzel azt, amit ki akart fejezni, akkor, mint aki jól végezte a dolgát, elment lefeküdt aludni. És Isten valahogy, valami oknál fogva, valami érthetetlen oknál fogva, késztetést érzett arra, hogy megjelenjen neki. És akkor egy látomásban megjelent neki, és azt mondta, hogy ezek után, az események után így szólt az Úr Ábrahámhoz látomásban. Hadd álljak meg megint. Nem véletlenül hangsúlyozza a Biblia, hogy ezek után, az események után. Mire gondol? A győztes csatára? Szerintem nem. Szerintem arra, hogy nemet mondott Sodoma királyának, és igent mondok Sálem királyának. És ezt kifejezésre juttatta azzal, hogy komoly áldozatot hozott. Tehát ezek után, az események után szólt az Úr Abrahámhoz látomásban, és mit mondott neki? Ne félj, Abrám! Én vagyok a pajzsod. Jutalmad igen bőséges. De jó ez a mondat. Figyeljétek meg, hogy ebben a mondatban két ígéret található. Az egyik a védelem ígérete, pajzs security. A másik az áldás ígérete. És azt mondta Isten, ne félj, Ábrahám. Bármi történjen is, nem kell félned, mert én vagyok a te pajzsod, és én láttam, ami a szívedben van, és láttam, amit tettél, ezért a te jutalmad igen bőséges. Szeretnék két héber szót mutatni nektek. Wow! Szóval két héber szót szeretnék mutatni nektek, és az lenne a kérdésem, hogy van-e valami észrevételetek a két héber szóval kapcsolatosan? Wow! Majdnem egyforma! Itt sokan azt mondták, igen, majdnem egyforma, mert a felső csak egy betűvel hosszabb, mint az alsó. Szeretném elmondani, hogy ez két különleges szó, mert az Ábrahám sztoriában fordul elő először a Bibliában mind a két szó. Itt debütál a Bibliában ez a két héber szó. A felső héber szó úgy hangzik, hogy ma'ásár, az alsó pedig úgy hangzik, hogy ásár. Ma'ásár és ásár. Tudjátok, mit jelent a felső? A felső azt jelenti, hogy tized, az alsó azt jelenti, hogy meggazdagít. Nem tudom, értitek-e? Kijött Sodoma királya, és az ásárt kínálta Ábrahámnak. Azt mondta Ábrahám, nekem nem kell tőled az ásár, én inkább adok Melkisédeknek ma'ásárt. Szeretném, hogyha észrevennétek, hogy a tizedben benne van a meggazdagodás. Mit mondott Isten Ábrahámnak? Azt mondta, hogy Ábrahám, ne félj, én vagyok a te pajzsod és a te jutalmad, igen bőséges, mert elvetettél valamit, amiben benne van valami. A Malakiás könyvében ugyanezt mondja az ige. És akkor azt hiszem, ez lesz az utolsó, amit ma felolvasok nektek. Az Úr nagyobb dicsőségére. A fendő részét, intő részét nem olvasom el ennek a szakasznak, mert az a törvény hatály alatt van, de az ígéret az szerintem abszolút vonatkozik ránk. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet. Hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Mit mond Isten? Tegyél próbára engem. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Elriasztom tőletek a sáskákat, nem pusztítják el földetek termését, nem teszik tönkre szőlőtöket a határban, mondja a seregek ura. Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok, mondja a seregek ura. Ugyanúgy meglátható ebben a két ígéret, a védelem ígérete és az áldás ígérete. Tudom, hogy ebbe hinni kell. Tudom, hogy néha felmerülnek kérdések, de uram, most úgy tűnik, mintha ezt nem látnám. De hidd el, hogyha gyakorlod a hitedet, és gyakorlod az adást, akkor hosszú távon mindenféleképpen meg fogod tapasztalni Isten védelmét és Isten áldását.
Egyszer egy időben vidéken szolgáltam, ahol szőlőt műveltek az emberek. Két sztorit mondok el befejezésül. És az történt, képzétek el, hogy jégeső volt azon a környéken. Mondták, hogy jégeső lesz. És voltak barátaim, akiknek volt szőlőjük, és ők hívők voltak, és az egyik kiment a szőlőbe, és felolvasta Malakiásból ezt az igét, és mondta, Uram, hát én adom neked a tized. És azt ígérted, hogy megoltalmazod az én szőlőmet. És képzeljétek el, hogy a környéken az összes szőlőt elverte az eső, de az övét nem verte a jég, de az övét nem verte el. Másik ismerősöm is mondta, hogy egyszerűen a szomszéd kertjét, tehát méter ott megette a tetű, az övékét nem ette meg a tetű. Pedig a drótkerítésen át tudnak mászni a tetvek. Nem probléma nekik. De valami láthatatlan erő megoltalmazta őket. Lehet, hogy kevés a jövedelmed. Lehet, hogy azt mondod, Uram, én nem tudok miből adni. Egyszer valaki, egy pásztornak valaki panaszkodott, hogy nincs miből adni, és a pásztor mondta neki, az alkalom után, Isten tisztelet után elmehetnék hozzád a lakásodba, körülnézhetnénk, hogy van-e valami, amit esetleg tudsz adni? Mire? A hölgy azt mondta, inkább ne jöjjön. Évekkel ezelőtt a főiskolás éveimnek a vége felé Angliában tanultam, és fél évet töltöttem egy nyelviskolában. Ez egy nagy ajándék volt számomra, ösztöndíjas voltam. Ha 97-ben történt, ha akkor fizetnem kellett volna ezért, akkor 1,5 millió forintot kellett volna fizetnem azért, hogy ott tanulhassak. De én ösztöndíjasként ott lehettem, részt vettem a képzésben, szállást kaptam, ellátást kaptam, cserébe dolgoznom kellett, takarítani, konyhai munkákat végezni, ilyesmit. És még kaptam heti 10 font zseppénzt. Na most, heti 10 font zseppénz az nem sok, csak összehasonlításképp mondom, hogy egy napi jegy az 3,50-be került, az 1-es-2-es metrózónába, és én 10 fontot kaptam egy hétre. És hát arra használtam azt a 3,5 fontot, hogy vasárnap megvettem a napi jegyet, hogy elmenjek gyülekezetbe. És hát a gyülekezetben ott voltam, és amikor jött a kosár, akkor ott álltam, és mondom, Uram, hát tudod, hogy én nem tudok adni neked, mert hát én nekem 10 font a heti zseppénzem. És abból is 3,50-ből metrójegyet vettem, hogy ide, itt legyek a te szent házadba, hát te is megérted azt, hogy hát nem tudok adakozni. És aztán, ahogy ott voltam az Isten tiszteleteken, és részesültem a szellemi áldásban, mert jó prédikációk voltak. Hosszúak, velősek, tartalmasak, és jó volt a dicsőítés. És ahogy éreztem, hogy épülök belőle, akkor valahogy a lelkiismeretem megszólalt, hogy nincs ez így rendjén. És az Úr szólt hozzám, és azt az egyszerű matematikai képletet mondta, hogy a 10 fontnak is van tizede. Úgyhogy rájöttem, hogy tényleg van a 10 fontnak tizede, úgyhogy fogtam az 1 fontosomat, ez ugye fémpénz, tehát nincs papírpénz, fémpénz, és úgy mentem a gyülekezetbe a következő vasárnap, és amikor jött a persely, akkor óvatosan tettem bele, hogy ne koppanjon nagyot. De azt mondtam, Uram, itt van a szent rész, és ahogy eddig is gyakoroltam, most is így fogom gyakorolni, és neked adom. És tudjátok, mi történt? Néhány hét után az egyik csoporttársam azt mondta, hogy hát őneki haza kell utazni a Brazíliába, nagy nehezen sikerült egy munkát találnia, de most nem tudja folytatni, hogy nem venném-e át tőle. És anélkül, hogy kerestem volna, egy olyan munkalehetőséget kaptam, hogy hetente 5 este egy Chinese fish and chips ételbárban 10 órától éjfélig mosogathattam, és surolhattam a falat, és takaríthattam, amiért heti 50 font fizetést kaptam. Szóval, amikor megérted az isteni alapelveket, megérted az isteni igazságokat, és elkezded gyakorolni hittel, önként, nem törvényből, hanem Ábrahám hitét, példáját követve, akkor lehet, hogy Isten a te életedet is egy másik dimenzióba fogja emelni. És én nagyon szeretném, hogyha nem lenne elhagyatott az Isten háza. Nagyon szeretném, hogyha a raktárak megtelnének, hogy Isten szellemi szolgálata működhessen. Működhessen az Isten tisztelet, jöhessen az áldás, és terjedhessen az evangélium. Amen. Köszönöm a türelmeteket. Álljatok föl, és imádkozzunk.